A Jászonykun Szolnok vármegyei főügyészség 2023. április 13-án életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 20 éves fiatalemberrel szemben, aki a vád szerint 2022. június 9-én kora délután Karcagon egy 11 cm penge hosszúságú késsel közepes erővel melbeszúrt egy másik fiatal férfit, aki 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A szúrással kapcsolatban valójában úgy történtek a dolgok, ahogy elmondtam. Tőlem kb. 3 lépésre állt, én úgy láttam, hogy a jobb kezével a jobb nadrág zsebe irányába nyúl, ezért én a saját zsebemből elővettem a nálam lévő kést. Ahogy most megmutattam, a kést marokra fogva, a mutató ujjam elől tartva, a kés pengéjét előre tartottam, majd léptem előre, kicsit jobbra, és a jobb kezemmel a kést előre tartva egyenes szúró mozdulatot tettem László hasa irányába. Azt nem tudom pontosan, hol találtam el, de az biztos, hogy a szúrás erejétől a kés markolata eltört, és az a földre esett, maga a kés, a fém kés része pedig ***ben maradt. Ő mondta, hogy mi az, megszúrtál, és a kést kihúzta magából, és azt marokra fogva tartotta. Én ekkor nem láttam nála másik kést. Így én valójában nem láttam azt, hogy ő kést vett volna elő, hanem az általam belészúrt kést vette magához. Én ekkor odaszaladtam a ***ledobott felsőjéhez, és abból egy másik kést vettem a kezembe, és hogy elijesszem őket, kiabálva megindultam feléjük, kiabáltam mindent, hogy megszúrom őket, de ekkor már nem támadtam senkire, ők pedig elszaladtak az atlasz felé, ahogy azt korábban is elmondtam. Ekkor végig több méter távolság volt közöttünk. A kést ezt követően elvette tőlem, és a boxert vettem magamhoz, mi pedig elmentünk arra, hogy korábban is mondtam. Annyival kívánom még módosítani a vallomásom, hogy a húsbolt felé a második lépcsőházban én ismerem a kapukódot, oda bementünk. Én itt nem találkoztam senkivel, csak ott beszéltük meg, hogy ő majd esetleg megszúr, hogy azt mondjuk, hogy támadt először, de ebben, mint mondtam, nem egyeztem bele. Itt én a kést, amit másodjára vettem magamhoz, egy a lépcsőházban álló vajszínű női vázas kerékpár szürke vagy barna kosarába tettem, és ott is hagytam. A bántalmazás azonban a vádhatóság szerint az elkövetés eszközére, a célzott testtájékra és az erőbehatás nagyságára figyelemmel életveszélyes sérülés okozására is alkalmas volt. Az ügyben kitűzött tárgyaláson most tanúk kihallgatására kerül sor.